Tisztelet! A heréket lehoztam edzésre egy kicsit. Szerintem kezdjük újra őket. Nem, ez itt teljesen jó lesz. Megtudítsam egy kicsit őket jobban úszni, meg valami minimális labdatudást, amit én összeszedtem az alatt a kemény egy év alatt, amióta vízilabdázom. Én inkább ökiskáztam, meg úsztam sokat. Összesen 12 évet voltam a Honvédba, lelkes versenyzője. És hát most próbálok vízilabdázni. Ezt így nekik egy kicsit megmutassam. Ebben a hatalmas medencében most is. Amúgy taposunk, tehát azért állunk így itt kint. Ezt meg egész jól megy nekik. Ilyen irigításra szoktunk mi kezdeni. Mondjuk olyan, valahol olyan kilométer felett. Még a kisfiúk, lesz három gyors, jó? Bedobom a labdát és mindenkinek szintidőre kell teljesíteni. Egy perc lesz, jó? 25, ez nem olyan sok. Egy perc. Ugye ide? Jó, gyere ki három fekvőre, most hozom el. 10 lesz belőle mindjárt. Gatyán. Elhagytuk a gatyát. Aztán utána passzolgatás van, kicsit technikázás. Mit csinálsz? Nincs erre időt. Jaj, gyerekek, Jézusom, honnan jöttök ezt? Nézzék meg ezt a H1 gyereket. Mi ez? Gyerekek! Jézom az állat! Keményebben! Úszni! Te is, örök! Ott is! Te ki ott? Ki ott? Ott! Oda megyek! Te mit csinálsz ezt a partról? Összetartál! Ma nem voltak olyanok a srácok, mint eddig. Kicsit ég is az arcom, hogy most itt a kamera előtt így teljesítettek. Kipróbáltuk Cicicit, hogy milyen edzőnek. Nem bírtam ki egyébként, hogy nem volt rossz, még van benne 3-4 edzős. Hozzá lett 10 fekvőre most azon itt. Hála az edző úrnak, az udonsult edzőnknek, a francia Terebi Kristófnak. Érkezett is. Új szint hozott a csapatba is. Szerintem most már Bécs minket nem annyira érdekel, most már Rióra készülünk, az olimpiára. Úgy gondoljuk, hogy ennyi edzés után ott a helyünk.